Sziasztok, köszöntök mindenkit, Szomorú Miklós vagyok, a STIL kertápolási szaktanácsadója, és a mai rövid videómban a lombfúvót fogom bemutatni nektek. Ugye ez is egy akkumulátoros lombfúvó, tehát itt van hátul benne az akkumulátor, aminek a kivevése nagyon-nagyon egyszerű, tehát a gombot benyomtam, egyszerűen kipattam belőle, mehet a töltőre, hogyha lemerült, miután föltöltődött, viszont ugyanilyen egyszerűen vissza pattintható a gépbe, és már használható is. Itt van egy biztonsági is szerep, ezt be kell nyomni, és a két kart egyszerűen meghúzva már is használható. Elég sokáig, tehát egy-egy töltéssel nagyon sokáig használtam. Nekem jónak kertem a 1000 négyzetméter, de végig tudom vele fújni, és nem merül le. Tehát egy használattal tökéletesen elég egy akkumulátor. És ami még nagy előnye az akkumulátoros gépeknek, hogy nagyon csendesek. Tehát ezt nyugodtan lehet használni akár szombat délelőtt, vagy később este is, hiszen nem zavarja a szomszédokat. Maga a gép is nagyon könnyű, tehát látszik, hogy akkumulátorral együtt is nagyon könnyen tudom mozgatni, illetve a kevésbé tapasztaltak is hihetetlenül könnyen használhatják, nem kell itt is a kábellel bajlódni, nem akad bele a növényekbe. Én nekem is régebben egy kábeles volt, és ahogy így húztam, mindig beleakadt valami kavicsba vagy valami növénybe, és biztos azt törte le, ami a legszebb volt. Úgyhogy az akkumulátorossal meg oda megyek vele, hova szeretnék. Itt is látszik, hogy a szép fűbe, ha beleszórodnak a virágszirmok, hát bajt nem okoznának, de nekem zavarja a szememet, úgyhogy csak egy pattintás, és már is visszafújhatjuk az ágyásba. És ugye, mint említettem, nem csak a kertbe lehet használni az utak meg a fű tisztántartására, hanem bevallom, én nem nagyon szeretek söprögetni, úgyhogy én a teraszt is ezzel szoktam így egy-két naponta lefújni róla a port, a szirmokat, úgyhogy egy söprűnek, söprű helyett is tökéletes. További fontos információkat az alábbi weblap címen találtok, illetve a Kertértők podcastra rengeteg hasznos információ és kertápolási, szépítési tipp van még. Thank you.